Sziasztok! Most következik a Fantasy története előadás sorozat következő adása. Fogadjátok nagy tapsal Andrást! Sziasztok! Hú, kicsit megfogyatkoztunk, na nem baj. Ki az, aki itt volt az előző előadásokon, nézd csak, hogy ki a visszatérő ügyfelünk? Néhányan. Jó, a többieknek újdonság lesz a dolog. Szóval, fantasy irodalom történetéről szól a sorozatunk, és egy eléggé híres íróhoz értünk, Robert E. Howardhez. Nem tudom, ki az, aki ismeri, olvasott Howardet? Ki az, aki Conan a barbárt mondok, az már ismerősebb? Jó, legalább a Schwarzenegger vagy a Jason Momoa féle film. Tényleg melyik? Schwarzi félét, tehát a régit? Újabb Jason Momoás? Néhányan. Akkor itt öreg motorosok vannak. Jó. A hátsó fertály? Ti csak ott érdeklődők vagytok. Teljesen jó. Szóval Howardnak ugye nyilván Conan a leghíresebb karaktere, de távolról se az egyetlen karaktere Conan. És szerintem nyilván ez egy szubjektív vélemény, távolról se a legjobb karaktere Conan, bár kétségkívül róla írt aránylag legtöbbet, fantazin belül legalábbis. Szóval Robert E. Howard egy elég érdekes fickó, egy texasi, 20. század elején texasi fiatal író. Ez Texasnak az ilyen vadnyugatabb részén, tehát egy kicsit ilyen vadnyugati csávó, hogy úgy mondjam. Apja orvos, egy eléggé híres orvos, aki többször költözik. Howard meg ugye gyerekként megy vele, tehát költözik a család. És mivel kisvárosokban élt, nagyon sokat vándorolt a természetben. Tehát nagyon érdekes az, hogy ő gyerekkorát megosztja aközött, hogy járja a természetet, aközött, hogy ő egy könyvmoly, tehát olvasni szeret, meg minden igazi könyvmoly, meg mint könyvmoly cikizik az iskolába, meg bullyingozzák, és ezért elkezd gyúrni, és boxoló lesz, hogy azért ne tudják annyira cikizni, mint ilyen könyvmoly. És ez az érdekes komplexitás, ez tulajdonképpen végigkíséri a műveit is. Tehát ez a barbár, civilizált, vadonjáró költő egyszerre, ez gyakorlatilag minden karakterét is végigkíséri, mert hogy igazából Howardnak az összes hőse a saját magáról van mintázva. Tehát, hogy például mindegyik fekete hajú, délceg, kék szemű, tehát a kinézetre is nem árul zsákba macskát, magáról írta lényegében meg, formázta meg az összes hősét. Irodalmi tevékenysége, igen, itt látszik is a mélyen ülő tekintet, meg a... Szóval irodalmi tevékenység, hogy így. Irodalmi tevékenység elég sok vonalon működött, megvannak a maga korszakai és a maga műfajai, amikben mozgott. Írt, mint mondtam, boxolt, és ezért írt boxolós történeteket is. Ezeket nem olvastam, állítólag nem veszít sokat az ember, ha nem olvassa. Viszont nagyon szeretett történelmi, nyilván kaland stílusú, de történelmi sztorikat írni. Tehát nem fantazit, hanem mágia nélküli történelmi kaland sztorikat. Azért mondom, hogy nem regény, mert novella írója alapvetően. És igazából neki ez a kedvenc műfaja. Tehát ő azt mondta, hogy ha csak ebből megélhetne, akkor ő nem is írna mást. Nem írna fantazit, hogyha meg tudna írni csak a történelmi sztoriaiból például. Ír fantazit, ugye nyilván erről lett a leghíresebb, meg a fantazi irodalom történetünkbe ezért került be, és élete vége felé pedig elkezdett westernre váltani. És azt mondták, hogy nagyon jó western író lett volna belőle, ha nem következik be a korai halála. Ugyanis, nem tudom ki mennyire ismeri, ugye eléggé híres, amikor az édesanyját, azt hiszem rákkal diagnosztizálják, hogy most már menthetetlen lesz, és hogy egy-két héten belül meghal, vagy kómába esik, és mondták, hogy abban már nem jöhet vissza, akkor Howard főbelövi magát. Tehát édesanyja halálát, és az a vicces, hogy igazából előbb hal meg pár nappal, mint édesanyja. Ráadásul egyes levelek szerint ő arra számított, hogy az apja is öngyilkos lesz, és hogy együtt a család nagyon romantikusan öngyilkos lesz az anyuka halálánál. Ebből is érezhető, hogy azért a női nemmel Howardnak eléggé fura kapcsolata volt.
voltak nőgyűlölő korszakai, néha volt barátnője, de nem annyira jellemző. Ez a irodalmán is meglátszik egyébként, hogy egy kicsit ilyen eléggé problémás kapcsolata van a gyengébbik nemmel, ahogy fogalmazzuk. Viszont ez azért is nagyon szomorú dolog, mert Howard egy nagyon jó író volt, és éppen fölfelé ívelt a pályája. Tehát amikor öngyilkos lett, akkor most puskázzunk, 30, nem, ki lehet, van micsoda? Várjál, lehet, hogy valamit elírtam az évszámaim, most egy kicsit elbizonytalanodtam, hogy jót írtam-e. Mindenesetre kb. 30 évesen lesz öngyilkos. Igen, most meg is wikizik nekem, úgy látom, hogy elrontottam el az évszámot. Summa summarum aránylag fiatalon hal meg, pedig éppen nagyon fölfelé ment a karrierje. Azt kell még róla tudni egyébként, hogy a nem csak hogy megélhetési író, de az első író, aki meg is él. Ugye azt tudjuk, akár ilyen magyar költőktől is, hogy nem olyan könnyű az irodalomból megélni, nagyon sokáig. Tehát, hogy jó, a mai korban már egy dolog, hogy milliárdos lehet egy sikeresebb író. Régen ez nagyon nem volt könnyű, és Howard az első fantasy író, aki sikeres lesz anyagilag. Ugye a Weird Tales az egy ilyen korabeli, gyakorlatilag ezek ugye magazinok, amikben folytatásos vagy novellák vannak, vagy folytatásos sztorik vannak. Ő inkább novellákat ír egyébként. Egy ilyen visszatérő, stabil írója, gyakorlatilag sztárírója. És azt kell tudni, hogy a világválság idején is jól megél. Nagyjából évi 1000-2000 dollárt keres, ami ugye azért a 20-as évek dollárjaiban ez azért egy teljesen tisztességes, felső-középosztálybeli fizetés. Tehát, hogy nem lesz milliómos, meg nem jachtot vesz ebből, de nagyon tisztességes megélhetése van. És ami, ez az én meglátásom, de hogy ami nagyon fontos benne, hogy Howardnak köszönhető tulajdonképpen a fantasy modernizálása. Tehát én úgy gondolom, hogy Howard az az író, ahol a fantasy műfaja a 19. századból megörökölt, kicsit ilyen nehézkes, bumfordi hagyatékot lerázza magáról. Ugye nem véletlenül szokták mondani, hogy a hosszú 19. század, hogy a 19. század nagyon sok szempontból elnyúlik az első világháborúig legalább, és hogy ez irodalom történetileg és művészet történetileg is gyakran így van. Tehát, hogy mert ha megnézzük a korábbi írókat, Lord Dunsany, Edgar Rice Burroughs, akár még Lovecraftot is, egyébként aki nyilván kortársa, meg barátja is Howardnak, ők azért nagyon sok szempontból ilyen 19. századi műfaji sajátosságokat követnek. Mik ezek, amikre gondolok? Alapvetően az, hogy az egészet streamline-olja. Tehát ő, mint mondtam, novellákat ír, gyorsan ír, nem is, tehát így dömpingeli ki magából, rengeteg, csak Conanból, aztán valami 30 vagy 20 valamennyi ilyen, nem, 17 jelenik meg életében, és még egy csomó fragmentumot maga mögé hagy, vagy valami ilyesmik. Vagy talán még több is ennél. Tehát ő tényleg ilyen 100-200 novellát ír, mint egy tizenvalahány, tizenkevés éves pályafutása alatt. Tehát nagyon dömpingeli, gyorsan kell írnia, és emiatt streamline-olni a fantazit, ami szerintem nagyon jót tesz a fantazinak. Tehát a következő változások köthetőek igazából hozzá. Egyik maga a tömör lényegre törősség. A maguk a történetek is tömörek, tehát egy 30 oldalas novellában egy csomó fordulat történik, jóval több, mint ami mondjuk a Edgar Rice Burroughs-nál egy 30 oldalas fejezetnél történne. Nagyon, és ez egy nagyon nagy erőssége Howardnak, tömör, evokatív, hangulatkeltő leírások. Tehát mestere annak, hogy két mondatban lefessen egy helyszínt és egy hangulatot, és átadja még a történelmét is akár annak a helynek. Ugye nem egy ilyen objektív leírást ír. Tehát minden korábbi író ilyen 19. századi nagyregény stílusban olyanokra kell készülni, hogy ilyen három oldalas leírás, hogy hogy is nézett ki az a sziklaszírt, amit megmászott mondjuk John Carter of Mars, ugye Burroughs-nál. Ezeket Howard mind-mind legyorsítja, lerövidíti, tömöríti. Tehát ezt az egész nagy nehézkes tájleírásokat, leíró jeleneteket nagyon visszafogja, nagyon tényleg streamline-olja, nem tudok jobb szót mondani erre rá. Azt is csinálja, és ez már néha kicsit kétélű, hogy nem objektív leírást ad, hanem rögtön értelmezést is ad az olvasó szájába. Ez segíti a hangulatkeltést, segíti azt, hogy ne kelljen olyan hosszan kifejtenie, néha visszaüt,
amikor az olvasónak nem stimmel ez, amit a szájába adnak értelmezés. Ez egy kicsit kétélű fegyver. Tehát ez főleg például majd mondani fogom, ott kitérek, hogy a Conannak a barbarizmus problémájára, hogy rögtön ilyen értékítéleteket is beleír a leírásaiba, amik néha furán hatnak, de ennek ellenére pörgős. Aztán úgy szintén egy fontos fejlemény, hogy szakít a prüdériával. Tehát, hogy még mondjuk Edgar Rice Burroughs-nak ugyan Dejah Torrisa egy elvileg mesztelenül rohangáló marsi hercegnő, valójában maga Edgar Rice Burroughs-t egy 6 éves gyereknek odaadhatod, és teljes mértékig úgy mondtam ártalmatlan, tehát hogy nincs semmi a leírásaiban, ami kicsit is erotikus lenne. Ezzel szemben Howard azért nagyon tud, mint hangulatkeltés mestere, tud olyan füllett erotikus leírásokat is adni. Tehát ez is egy erőssége neki. És ez is egy fontos változás, hogy a 19. századi modorosságot leveti magáról. Úgy szintén nagyon fontos, és talán ez, ami legközelebb teszi a modern fantazihoz, ő az, aki szakít a portál fantazival, vagy hogy japánosan ugye az isekai, de az isekait nem a japánok találják ki, hanem a korai fantazinak a 90%-a vagy 98%-a portál fantazi. Tehát ugye John Carter a földről kerül át, Lovecraft hősei általában aktuális korban nyomozgatnak és találnak ősi dolgokra utaló nyomokat. Gyakorlatilag mindenki, aki ír Lord Dunsannél is nagyon gyakran a mai világból kerülnek át a hősök, és Howard az, aki szakít ezzel, és a főszereplője Ekte a fantasy világ szülöttje. Tehát nem egy modern világ, főhős szemén keresztül mutat be egy fantasy világot, hanem tehát ez az egész portál fantasy hagyománya a szakít. Amivel egyébként sokáig nem követik egyébként. Tehát időmérebbe követik, úgymond kora előtt is jár ezzel szinte. Illetve az is fontos dolog, hogy szakít azzal a hagyománnyal, hogy keretes történetbe szerkeszti. Nagyon sok korai fantasy mű keretes történet, ami azt jelenti, hogy van egy keret történet, hogy ez a narráció, ki volt a narrátora, és hogy juttatta el a publikálóhoz, aki eljutatja az olvasóhoz. Ugye a John Carter, nem tudom ki ismeri, vagy legalább a Disney-féle filmet kinézte. Ugye annak is van a John Carter unokaöccse, aki a földön marad, és ugye a kézirat hozzá kerül. Ugye ez a keretes szerkezet, hogy meg van magyarázva, hogy ez a történet hogy jutott vissza a földre. Vagy ki az, aki a Rózsa nevét olvasta Umberto Eco-tól? Ott ugye az a keretes szerkezet, hogy ez egy valóban létező kézirat. Vagy, nagyon vicces, mi az, nem tudom, ki tudja, az a nagyon híres fantazia, aminek keretes szerkezete van. Mi? Dracula, de én a modell újabbra gondoltam. Micsoda? Gyűrűk ura? Így van. Jó, azt mondta, hogy a gyűrűk ura. Így van. A gyűrűk ura, erre sokan nem annyira szoktak figyelni, a Hobbitnak és a gyűrűk urának is van egy keretes szerkezete. Tolkien a Hobbitnál, ez nagyon sokakat meg is zavar, a rendes Hobbit kiadások elején van egy olyan rész, hogy a fordító előszava. A fordító az J.R.R. Tolkien, mert ő az egészet úgy adja elő, mintha a Hobbit az egy középkori kézirat lenne, amit ő lefordítana modern angolra, de hogy ez valójában egy ősi történet, és ugye elkezdik írni a piros könyvet, a Hobbitok, és elvileg a gyűrűk ura, hogy az a Samu által befejezett nagy piros könyv, ami úgy valahogy a korokon át eljut J.R.R. Tolkienig, és ő lefordítja modern angolra. Ez a keret története a gyűrűk urának. Tehát itt is van egy ilyen keretes szerkezet, és Howardnál nincs. Tehát Howardnak ez egy tök fontos modernizációja, hogy ezt a megörökölt hagyományt ezzel szakít. Tehát ő nagyon sok minden streamline-ol, és ezért gondolom azt, hogy talán ő az egyik legfontosabb újító a 20. század fantasy történelmében. Nem is Tolkien, nem is mondjuk murkok, vagy ilyen dark fantasy-sok, hanem ő az, akin a legtöbb új, tehát nagyon sok újdonság történik meg Howardnál. Ezzel együtt azért ugye azt kell tudni, hogy Howard azért ponyvát ír. Minden művén látszik, hogy gyorsan írta, összecsapva írta. Nagyjából a műveinek a 90%-a elmondható, hogy tök jó ötlet, ha még egy kicsit dolgozott volna, azért jobbat ki lehetett volna belőle hozni. Tehát, hogy azért egy kicsit látszik, hogy így darálta ki magából ezeket. Nagyon gyakran van, hogy egy ilyen hangulatos felvezetés, és nagyon komplex intrikák után azzal végződnek, hogy nagyon egyszerűen van lezárva, hogy Conan emberfeletti elővel lecsapta a szörnyet. Ketté vágta a szörnyet, és ennyi.
gyakran van, hogy antiklimaktikusak a történetei, vagy nem is áll össze a történet a plot valójában. Tehát ott van a plot, az olvasó tudja, de így nem áll össze mondjuk a főszereplők számára. Kicsit egyébként olyan a Howardnak a történet, mint aki ilyen nagyon régi D&D-t. Ki az, aki D&D-zik? És ki az, aki ilyen régi gigaxi, tehát ilyen legalább AD&D-s korszakból is D&D-zett, vagy ismer modulokat? Ott volt ez a szokás, hogy belépsz egy szobába, találkozol egy fura szörnyel, aztán öt szobával később megtudod, hogy ennek a fura szörnynek, akit már rég megöltél, tök érdekes háttértörténete van. Na, egy kicsit néha ilyen a Howard is, hogy van egy tök érdekes háttértörténet, de valójában az történik, hogy valami fura monster előugrik, és Conan levágja. Tehát, hogy azért itt vannak ilyen ponyva frontok. Azt hiszem, hogy Lynn Carter mondta, de lehet, hogy Decamp, nem tudom, mind a ketten nagyon sokat foglalkoztak Howard örökségének az ápolásával. Ő mondta azt, hogy Howard majdnem nagyon jó író volt. Tehát majdnem nagyon jó író volt, de volt néhány stikli, ami megakadályozta, hogy tényleg nagyon jó író szintet érje el. Ami viszont nagyon érdekes Howardban, hogy borzasztó, megbízható minőséget szállít. És egy olyan írótól, aki dömpingel magából, ez nagyon szokatlan. Tehát még egy másik dömpingelő író, az Moorcock, nem tudom, ki ismeri Moorcockot, a Dark Fantasy atyát, Eric, Miley Bonney, Eric, meg ilyesmi. Na, a Moorcocknak így hullámzanak a könyveinek a minősége. Tehát, hogy van olyan, hogy ó, ez zseniális, meg úgy, úristen, mi ez a szar. Na, Howard, ahhoz képest, hogy dömpingelős író, nagyon megbízható minőséget szállít. Tehát, hogy nagyon, én ilyen 35 novelláját olvastam most így nemrégiben el, amikor így készülgettem itt a Howardos témákra. Nagyon kevés az, ami, de nem érzel egyet se gyengének. Viszont fölfelé is se nagyon ugranak ki a történetei. Ebben az is benne van, hogy szereti ismételni önmagát. Tehát, hogy ír egy novellát egy sztorival, és akkor megírja ugyanazt a novellát, kicsit megváltoztatva, meg kicsit. Tehát inkább minden sztoriából rögtön 3-4 iterációt ír. És akkor egy apránként így beleszövődik egy újabb téma, ami megtetszik neki, akkor elkezdi azt kibontani 3-4 novellába iterálva magát. És itt egy nagyon, nagyon stabil a minősége, lefelé se szokott kilengeni, de azért így fölfelé is nagyon nehezen ugrik. Viszont mi azok a témák, amit szeret? Hát egy klasszikus, az a... Igen, ez nagyon vicces, hogy old new, de az ősi misztikumok. Tehát Howard fantáziának egy ilyen kulcseleme, és ami nagyon hangulatos, és szerintem nagyon sokszor a varázsát adja a sztoriainak, hogy ráérzett arra, hogy a fantázia az mindig valami ősiből jön. Minimum egy ősi élőholt varázsló, de inkább egy ilyen emberiség előtti ősi faj, egy emberiség előtti ősi város, ősi civilizáció, Atlantis előtt elsüllyedt kontinens, ősi szörnyek, démonok. És ezt tényleg nagyon jó hangulatosan csinálja. Oké, van egy fix receptje, tehát itt látom, hogy mosolyognak már rajta. Tényleg, mint mondtam, ismétli önmagát, de tényleg nagyon hangulatosan csinálja. Egy RPG-s youtubernek, Matt Colville-nak volt egy ilyen jó maximája, hogy ha egy fantasy világot teremtesz, a legfontosabb kérdés az, hogy milyen ősi birodalmak romjain is áll a te fantasy világod. És ez Howardra nagyon igaz. Ez Howardra kiemelten igaz, hogy nagyon fontos nála a fantasy elemben, hogy milyen ősi dolgok vannak. Szóval, eme általános áttekintés után néhány hőséről beszélnék. Így végigmennénk a korszakain, tehát írói sorrendbe haladnánk a hősökön. Az első fantasy hőse, tehát nem a legelső szereplője, hanem a legelső fantasy hősével kezdem. Az nem más, mint Solomon Kane. Ki az, aki ismeri Solomon Kane-t? Egy valaki, kettő, három. Nekem az egyik kedvencem, én nagyon ajánlom. Ugye 1928 és 32 közt írja a Solomon Kane történeteit. Tehát itt kezd el fantazit írni, gyakorlatilag 28 körül. Egy elég érdekes karakter, egy hát ilyen 16-17. Századi puritán kalandor, igazságosztó, vallási fanatikus. Nagyon nehéz karakterével azonosulni, tehát nem egy szimpatikus. Tehát vannak szimpatikus vonásai, de tényleg egy vallási fanatikus őrült. Abszolút, tehát az legelső történet úgy mutatjuk, ismerkedünk meg vele, hogy sétál az erdőbe,
talál egy halálosan megsebzett leányzót, akiről megtudja, hogy a Lulu, a farkas nevű haramia, Franciaországban járunk, megerőszakolta és halálosan megszúrta ezt a lányt, és bosszút esküszik. És amikor Lulut elüldözi a bandita tanyájáról, a fél világon végig kergeti, Franciaországból egészen a Kongóig, és amikor végre ott van az újabb konfrontáció, akkor így a Lulu kérdezés tőle, hogy na de hát miért kergetsz? Hát volt az a lány, és a szerelmed volt, vagy ki? És nem tudom, életemben akkor találkoztam vele először. És akkor emiatt kergettél át a fél világon, hogy azt mondja, igen, az igazságérzetem nem hagyott nyugodni. Tehát, hogy ez Solomon Kane, ez a bemutatkozó novellája, és végig ilyen. Nyilván van benne egy adag Zorro, már csak a megjelenésében is, nyilván csak feketét hord, mi mást. Van benne egy adag ilyen hardboiled film noir feeling is, tehát, hogy az tök fontos, hogy neki azért nagyon sokszor nem annyira sikerülnek jól a dolgok, vagy nagyon darkosan tudja csak megoldani a történetet. Sokkal kevésbé God mode karakter, mint a későbbi karakterei. Tehát, hogy neki azért sokszor nem jön össze valami, ő akár még ilyen elbotlik az erdőben, leütik, meglepik hátulról, elfogják az erdőben, tehát, hogy vele több, hogy is mondjam, hullámvölgyesebb az ő karrierje, nem ilyen Conan, aki mindent jól csinál típusú karakter. Sokkal érdekesebbek is. Legtöbb novella rövid, tömör, ütős. Még az érdekes, hogy az első novellában összeismerkedik a Kongó mentén egy néger sámánnal, Nolongával, akivel ilyen vértesvériséget fogadnak, és gyakran ő is előkerül a sztorikba. Van egy-két sztori, aminek igazából a Nolonga a hőse, igazából ő oldja meg a sztorikat. És ilyen érdekes az is, hogy pozitív szerepben van egy varázsló a Howard sztoriaiban, ugye ez nem annyira gyakori nála. Ugye igazából a Solomon Kane történetét érdemes két korszakra szedni. Az első néhány novella, a Vörös Árnyak, Red Shadows, egy borzasztó jó, ez van ez a, itt ismerkedünk meg Nolongával, meg itt kergeti a Farkas nevű haramiát. Eléggé ilyen Heart of Darkness hangulatát idéző, filozófikus, elmerengős, kicsit hátborzongató, szerintem nagyon jól sikerült. Csak az első néhány novellát leginkább gótikus horrornak mondanám. Tehát kísértett történetek néha pikareszk vonulatokkal, főleg az ellenfeleknek ilyen pikareszk stílusa van. És itt még nincs annyira fantazi világépítés, tehát tényleg inkább ilyen gótikus horror a fantazi. És akkor a fordulatot a későbbi novellákra viszont már ilyen Howardiasabbá válik a dolog, elkezdi bekötni a mítoszba. Megjelennek az ősi romvárosok, megjelenik az Atlantis és az efféle ősi korra való visszautalások. Ez a nagy fordulat egyébként a Koponyák holdja, The Moon of Skulls, ez a leghosszabb Solomon Kane történet, 60 oldal, tehát még mindig nem egy túl hosszú dolog. És ez tényleg ilyen klasszikus Howardi ősi romváros, ahol titkos járatokat szőttek a papok, rítus mutatnak be, föl akarják áldozni a lányt, igazából ez az elrabolt angol lány, ez onnan szerepel. Megint ilyen 5 éven át üldözte a világba, hogy hová rabolták el a hölgyet. Szóval nagyjából ez a Solomon, és akkor itt tényleg akkor itt kezd el kialakulni a Howardi fantasy stílusa. Tehát azért mondom, hogy igazából ez az első, ahol elkezdi ezt a Atlantis, ősi civilizáció, romvárosok, ezt a tematikát, ami aztán végig fogja őt kísérni. Egyébként Solomon Kane-től nagyon jó még a Szárnyak az éjben, a Wings of Night, de ez egy igazán sötét, borús, nem túl happy end-el végződött történet. Na, a következő hős, akit megalkot, talán lehet, hogy már többen hallottatok róla, ő Kul király. Nem, ki az, aki Kul királyról hallott? Még Pókemberben is szerepelt. Nagyon régen persze. Kul királyról összesen 2 novella jelenik meg életében, bár ír még 8-10-et. Szóval azt kell tudni, hogy én nem olvastam azokat a novellákat, amiket csak így nem jelent meg életében, csak 30 évvel később, de aki olvasta, azt mondta, hogy azért a jó párnál indokolt, hogy nem jelent meg. Tehát, hogy nem baj, hogy... Azok, amik nem jelentek meg, nem is olyan jó a legtöbb belőle. De mindesetre az a kettő, az eléggé ikonikus. A Kul király egyébként sok szempontból Conan előfutára, már csak azért is, mert Conan úgy születik meg, hogy ír egy Kul királyos novellát, a By This Exile Rule-t, Eme Balta nevében uralkodom, nem tudom mi a magyar címe, bocsánat. Szóval By This Exile Rule-t,
és amikor nem fogadják el leközésre, akkor átírja, és kicseréli Conanra Kul királyt, és ebből lesz a Phoenix on the Sword, ami a legelső megjelent Conan, meg a legelső megírt Conan történet. És olyan szemben érdekes, hogy mivel Kul királyra írta meg, ezért itt Conan is már király. Ugye Conannak a karrierje végén lesz király, de a legelső novellában már az. Szóval, hogy Kul királyról, mint a két novella jelent meg az életében, ő egyébként az az érdekessége egy karakterként, hogy sokkal filozófikusabb, mint Conan. Tehát ő is egy barbár, aki zsoldos vezérkére egy ősi királyságnak lesz a trónját szerzi meg, ilyen politikai kalandorként, sokkal merengősebb, filozófikusabb, és egy teljesen aszexuális karakter, tehát nem érdeklik a nők, a férfiak se. Mint mondtam, Hovannak voltak ilyen nőgyűlölő korszakai, és Kul királyt abban a korban írja. Szóval őről a leperegnek a női bájok. És hát ugye a leghíresebb Kul királyos történet, The Shadow Kingdom, magyarul a kígyó jegyében a címe, és ez az, ahol kitalálja a kígyó ember összeesküvést. Tehát ez nagyon vicces, egy olyan történet, aminek politikai, mai napig politikai hatása van, mert az egyik ilyen vadabb konteó, amiben néhány, sokan mai napig hisznek, az az ő novelláján alapul, egy fantasy novella, ahol kitalálja, hogy Kul király kideríti azt, hogy évezredek óta a titkos alakváltásra képes kígyó emberek manipulálják a Valúzia királyságát, aminek a trónját megszerezte, kígyó emberek irányítják a háttérből, és időnként megölik titokban éjszaka a királyt, és átveszik az alakját, vagy fontosabb szereplők megölnek, és átveszik illúzióval az alakjukat, és a kígyó emberek faja ősi bosszúból, háttérből manipulálja az emberiséget, és ugye ezt leplezi le a piktek segítségével Kul király, és tényleg az a vicc, hogy ez egy, mikor is, ilyen 30 elején írt, 31-be vagy 30-ba írt novella talán, mai napig nagy karriert fut be, mint politikai összeesküvés elmélet, amikben még mindig találni pár tízezer embert, aki hisz benne. Ez a híres, ma ugye gyíkember összeesküvés néven találkozhattok vele, ez a Kul királyos novellából indult. Ugye a másik Kul királyos történet, ami megjelent, az a Tuzun-tún tükre. Ja, egyébként az a legjobb, hogy Hovartól szinte minden megjelent magyarul, sőt, sok minden kétszer, mert a 90-es években is kiadtak sok mindent, és mostanában is van egy nagy hullám, hogy újra kiadnak mindent. De megéli angolul olvasni, aki tud, mert tényleg nagyon jó, nagyon hangulatosak a leírásai, tehát tényleg kifejezetten szép az angolja. Egyébként költő is volt, ezt nem mondtam, de költeményeket is írt. Szóval a Tuzun-tún tükre az meg egy ilyen teljesen egzisztencia, létezek-e én, létezik-e az alter ego, ugye a tükörképét kezdi el egy varázslónál bámulni, és teljesen leköti a figyelmét heteken át, hogy vajon a tükörképe az más-e, mint ő, meg mi van abban a másik oldali világban. Egy következő karakter, na akkor már egyre ritkább, kevesebben fogják ismerni, Bran MacMorn, nem tudom ki az, aki ismeri, a megbízható emberünk, ő egy pikt. Ugye mondtam, hogy ki tudja, kik azok a piktek történelmileg? Töri vizsga? Ők ugye Skóciában az ókorban középkor elején élő népek. És akkoriban épp ilyen nagy izgalom volt, meg ugye Havardnak van ilyen, azt hiszem ír meg skót leszármazása is van, szóval ez a történet nagyon érdekli. És a piktekből ilyen örök ősi fajt ír a világába, az örök barbár faj. Tehát minden korban a piktek azok mindig az érintetlen barbárság állapotát őrzik, de mégis ilyen ősi nemes faj, akik aztán néha mégis degenerálódnak, aztán mégis ősi fajok. Nem teljesen következetes a dolog, de így nagyjából érezzük a koncepciót. Na, Bran MacMorn, ő egy római korban él, tehát itt már igazából a történelmi korba érünk, visszaérünk a történelmi korba. Pikt vezér, sztól történetei. És ő leginkább a Kulverzumhoz köthető be. Tehát, hogy a Kul király és a Bran MacMorn alkot igazából egy szorosabban összekötődő történetszálat. Ugye történelmileg úgy néz ki, hogy Valúzia volt, tehát Kul király volt legkorábban, amikor még Atlantis még fiatal volt, aztán a Conan az már Atlantis is első, Valúzia rég elsüllyedt, Atlantis is rég elsüllyedt, akkor jön Conan, de még mindig az író történelem előtt vagyunk, pár ezer évvel Egyiptom előtt, és akkor ugye utána Bran MacMorn meg már a római kor.
de van, hogy megidézik Kul királyt az időn át, meg ilyenek, hogy vezesse őket a csatába. Szóval Bram McNorn egy nagyon érdekes karakter egyébként. Talán a legizgalmasabb történet róla az a Worms of the Earth, a Föld férgei, egy borzasztó, kemény, dark fantasy, erősen ki is lóg. Az van, hogy a Bram McNorn annyira megharagudik a római helytartóra, hogy elveszejtésért és bosszújához egy ősi gonosz fajjal köt paktumot, akiket megidéz a Föld mélyére száműztek. Itt látszanak ezek a... Hát nem tudom, mennyire látszik ilyen gollamszerű, vagy ilyen groteszk alakok a Föld alatt, akikkel paktumot köt. És hát egy kicsit ilyen Shakespeare-i az egésznek a hangulata. Van bossi is, egy ilyen félig, ilyen féregfagy bossi, akivel az a fizetsége, hogy hát a könyvben annyit írnak, hogy csokolóznia kell vele, de már ezt se teszi boldoggá. És az egész ilyen nagyon darkos, és így nagyon nem boldog, hogy miket csinál a főhős, és a vége nem olyan, hogy így, jó, megcsinálta a dolgot, és így rájött, hogy ó, ez kemény volt, amit csináltam, szóval, hogy ilyen egészen érdekes, nagyon borús hangulatú. Ez ugye a 30-32-ben járunk, amikor ezeket a sztorikat írja. Én nagyon hangulatosnak tartom egyébként, főleg ezt a Föld férgeit, az egyik legütősebb írása. Következő hős, én azt mondom, még kevésbé, na ezt lehet, hogy Alisztán se fogja tudni. Cormac, Fritz Geoffrey, na még ő se, ezt még ő se ismeri. Ő nem egy fantasy szereplő, legalábbis a leghíresebb novellája, az a Hawks of Outremer, magyarul Becsületbeli ügy. Megjelent magyarul is, tehát egyik gyűjteményes kötetben benne van. Szerintem, és ezzel nem vagyok egyedül, a legjobb Howard novella. Nem fantasy egyébként, hanem a harmadik keresztes hadjárat után játszódik, ahogy egy keresztes lovag elintéz néhány leszámolni valót. És egy ilyen, oda megyünk, bosszút állunk, egy ilyen, maga a karaktere is zseniális, nyilván ez is, kitaláljátok, nagy darab, izmos, fekete hajú, kékszemű, ír származású, félig ír, félig skót származású, hogy azt hiszem, de egy ilyen tipikus Klingon. Tehát, hogy tényleg oda megy, én bosszút állok, megölték a grófot, akit szolgáltam korábban, akkor én megyek, bosszút állok, és így tényleg oda megy a vár kapujába, és így hol van a gazdád, az a részeg disznó, aki a tolja ide a büdös pofáját, és amikor oda tolja a híd túloldaláról, és kiröhögi a várúr, aki elárulta az ő eredeti grófját, és ott így röhög rajta, így részegen kijön a tivornyázó bandájával reggel, és így ha-ha-ha, akkor így fogja, veszi a baltáját, és így áthajítja a várárkon, és így kettivágja a fejét, hogy így, és így rendezi le a bosszúnak ezt a részét, szóval, hogy ez a karakter stílus, és aztán utána egészen érdekes lesz, tehát, hogy ugye átmegy az arab összeesküvőkhez, tehát, hogy és akkor Saladin is előkerül a sztoriba, és eléggé coolos a történet, tehát, elég érdekes és jópofa, ajánlom mindenkinek, és ez is egy ilyen 25 oldalas sztori. Szóval azért akartam őt említeni, mert tényleg kiemelkedő. És akkor eljutottunk Conanhoz, a barbárhoz, akit ugye egészen 32-től kezdve egészen haláláig ír Conan történeteket. A legnépszerűbb karaktere lesz, és valahol szomorú. Tehát, hogy szerintem, erről majd fogok, hogy elmondom, hogy miért gondolom ezt, igazából Conan a legkevésbé érdekes karaktere. De belőle ír a legtöbbet, őróla ír akkor, amikor már igazán tapasztalt és jó író, vagy hát elkezd javulni íróként, ami tényleg nem rossz író végig. És egy kicsit olyan felemás a véleményem Conanról. Szóval ugye Conanról azt kell tudni, hogy egy életvidám, kicsit ilyen csibészes, nőcsábász, nyilván barbár, feketehajú, kékszemű, izmos, blablabla. Bla, bla. És van rögtön Conannak egy ilyen érdekes etikai paradoxona, hogy a háttértörténete szerint, és ez többször elhangzik, egy haramia vezér. Tehát ő kozákokat vezetett, akik itt ilyen rablóbandák, kalózok réme, a héttenger réme volt, kalózvezér volt. Tehát csomó olyan elfoglaltságot végzett, igen kiemelkedő szinten, ami arról szól, hogy oda megyünk, és ártatlanokat legyilkolunk, kifosztunk, és megerőszakoljuk a nőiket.
a sztorik szerint, de ez a sztorikban soha nem szerepel. A sztorikban mindig rossz arcú zsarnokok ellen harcol, és kiszabadítja a csajszikat. Tehát van ez az érdekes kontraszt, hogy persze bemegy bármelyik harami a tanyába, akkor ó, te vagy a híres Conan, jaj, de jó, mindig nálad akartam szolgálni. Jó, akkor most megverjük ezt a gonoszt, és kiszabadítjuk azt a nőt. És akkor van egy ilyen éres kontraszt, hogy mi az, ami a történetekben szerepel, és mi az, amit egyébként a kimondott backstory, többször hangoztatott backstory szerint a karakter egyébként a történetek közt csinál. Tehát, hogy mint haramiaként. A másik, hogy azért nem tudom ki az, aki itt szerep játszik, az páran voltatok. Tehát, hogy a power, nem tudom, ha ismeritek a rossz szerepjátékos power gamert, aki leszarja, hogy mi a karaktere, ő a mesét akarja optimálisan megoldani. Na, Conan ilyen. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy le van írva barbár ösztönlényként, Sherlock Holmes nem olyan hidegfejű, mint ő. Tehát kielemzi a történetet, soha nem hagyja, hogy érzelmei befolyásolják. Tehát a legerősebben ez a Bélites történetben jön ki. Ugye Bélit az egyik nagy szerelme Conannak, együtt kalózkodnak, ősi romváros legendás kincsét találják meg. Conan a kabzsi kalóz a szerelmével mit csinál? Leszarja a kincset, leszarja a nőt, nyomoz a mese után. Mondja, hogy itt van valami természetfeletti, lenyomozom, utána járok. Engem nem érdekel a kincs, nem érdekel Bélit, mit csinál, lenyomozom a mesét, hogy optimálisan oldjam meg. Tehát, hogy tényleg egy igazi power player, tactical gamer. Mondjuk ez az érzelmei rosszul kezdik, azt el kell mondani, hogy Howardnak az egyik gyengesége az, hogy így nagyon rossz emberi érzelmek leírásában. Tehát, hogy így a dühön kívül elég kevés érzelmet szokott dolgozni a karakterei. Némi félelmet, de leginkább dükkítéréseket tud jól beépíteni a történetbe és kezelni. A másik dolog az, hogy Conan borzasztó God mode karakter. Tehát Conannak kb. Hogy mondja, mindenre 20-as dob, de legalább 19-es, hogy maradjunk a szerepjátékosnál. Tehát minden kihívást jól lopakodik, jól rejtőzik, jól úszik, kiszúr mindent. Sherlock Holmes észre átlát minden hazugságon. Rögtön rájön, hogy hú, ott nem stimmel, mert kiszúrja, hogy leszakadt egy gombja, akkor biztos tök ő volt a gyilkos. Szóval ilyen, tényleg néha ilyen Sherlock Holmes-i szinten fejti meg a rejtményeket. Ha meg nem, akkor barbár ösztönei megmondják neki a helyes választ. Tehát ha minden megoldás csődöt mond, akkor barbár ösztönei megmondják neki a helyes választ. Tehát, hogy és ezért nagyon gyakran a Conan novellák számomra legalábbis egy kicsit érdektelenségbe tudnak fulladni. Van egy, az eleje mindig jó. Egy borzasztó izgalmas misztikumot fölvezet, valami ősi sötétben, aztán jön Conan, kicsit küszködik, de úgyis az lesz, hogy emberfeletti erejével ketté vágja a végén, és ez lesz a megoldás. Egy másik ilyen érdekes probléma Conannál, az a barbarizmus problémája. Szóval a barbár. Beszéljünk kicsit a barbárról, és a civilizációról. Szóval Rousseau óta hatalmas divat a nyugati civilizációban, fújolni a saját civilizációnkra, és így a természet érintetlen állapotát, meg a barbár állapotot így idolizálni. Ugye beszélhetünk itt Rousseauról, beszélhetünk az indián könyvek indián idealizálásáról, Spenglertől a nyugatalkonyáról, a nácikról, a hippikről, a zöldekről. Nagyon nagy divatja van a civilizációnkban annak, hogy a civilizációt negatív dolognak írjuk le, és a barbárságot, vagy a természethez való visszatérés, vagy valahogy jobbnak. Ez egy nagyon népszerű gondolat, és jól rezonál, és Howard ezt rengeteget használja. A probléma az, hogy attól, hogy valami népszerű, attól még nem lesz igaz. És most nem akarok nagyon ilyen történelmi elméletbe belemenni, de így rendre meg szoktak bukni, ha elmész belemenni a részletekbe, akkor általában kijön, hogy nem annyira jó dolog ez a barbárság, és nem annyira rossz az a civilizáció. De hogy ez a Conannál ott jön ki, hogy az írónak van egy ilyen gyakorlatilag történelemfilozófiai elképzelése, amit erőltet. És ez gyakran sután jön ki. Például miközben zeng a barbárok, nemes barbárok érdemeiről és a civilizáció romlottságáról, Conanon kívül minden barbár szereplő ugyanolyan romlott korrupt disznó, mint a többiek. Tehát, hogy a zoagírok, a piktek, a afgulik, mind ilyen igazi, megáltalkodott haramia, aki elárul és átvágja a torkodat egy darab rongyért. Tehát, hogy nem annyira jön át Conanon kívül, hogy miért kéne ezeket olyan pozitívnak tekinteni.
Ráadásul Conanon kívül minden barbár manipulálható és ostoba. Tehát, hogy miközben ugye a Conan meg átlát mindenen. Vagy hogy például az is egy ilyen probléma, hogy a Beyond the Black Riveren, ami leginkább ezzel a témával foglalkozó sztori, leírják Conant, hogy milyen távol állnak tőle a civilizáció ilyen apró dolg, civilizációs élet apróságai. Ehhez képest, mint mondtam, Sherlock Holmes-i módon tud következtetni a civilizációs emberek legapróbb információi morzsából. Tehát ez is egy ilyen diszonancia. Vagy ugye a Beyond the Black River-nek a végén még ilyen monológban is megkapja az olvasó, hogy a történet tanulsága, ha nem értetted volna, az az, hogy a civilizáció mindig elbukik, és a barbárság mindig győzedelmeskedik. Miközben a történetben annyi történt, hogy néhány piktörzs összefogott, és levertek egy szem határmenti palánkerődöt. Egy olyan palánkerődöt, amiről mindenki tudta, hogy underfunded volt, tehát nem kapta meg a szükséges erőket. És egyébként ahhoz, hogy összefogjanak a piktek, kellett egy fekete mágus. És amint a fekete mágus meghal, széthullanak a piktek és az egész inváziójuk. Tehát nem annyira meggyőző az a monológ, konklúzió, amit még egy NPC még monológként az orvosó arcába is belenyom a történet végén. A végezetül így maga az irodalmi vonatkozására is, tehát hogy én a végén már így a ivójátékot akartam rendezni abból, hogy hogyan adjuk át a barbárok felsőbbrendűségét leíró jelenetben kérdésre. Nem tudom, kinek mi az ötlete. Howardnak a párduc hasonlat volt. Tehát a párduc léptű Conan párduc mozgásával, párduc-szerű ugrással párducként vetette rá magát a ellenfelére, és csak egy kicsit túloztam most. A párduc, a farkas és a tigris jelző. Még az aránylag későinek és jó minőségűnek számító Beyond the Black Riverben is ott megszámoltam, 12-szer szerepel ez a jelző. De van, ahol többször ennél. De azért nem, lássuk be, változatos író volt. Szolomonként például nem párduchoz, hanem leopárdhoz hasonlítja. Tehát, hogy ő például leopárdszerű lépti. Tehát, hogy így vannak problémák ezzel a barbarizmussal. És hát a legkínosabb az egész, amikor azt próbálja Howard érzékeltetni, hogy a női szereplők bugyija miért lesz nedves Conan barbárságától. És így nagyon kínos tud lenni a dolog. És azért tartom ezt különösen ilyen kudarcnak, hogy azért pont ebbe a korszakban hatalmas irodalma volt annak, hogy úri hölgyeknek miért nedvesedik a bugyia a kigyúrt matrózoktól és katonáktól. Tehát, hogy így kb. Ha hova, tehát így, tényleg ez az a kor, ahol rengeteg ilyen sleazy romance novel van, ami pont ezt az erotikát próbálja, a romantikát próbálja megragadni, amit Howard is akar a Conannal erőltetni, csak neki nem sikerül annyira jól. No. Ennek ellenére, mint mondtam, ez a két probléma van Conannal, hogy azért mondtam, elég fontos. Tehát annak ellenére most, hogy elég sokat szittam szerencsétlen Conant, maguk a történet, az is elmondik, hogy minden történetben van legalább egy nagyon jó ötlet. Legtöbbször ez inkább, mint mondtam, az ősi misztikummal és a settinggel kapcsolatos. Tehát ilyen szempontból mondom, tényleg kicsit én sajnálom, hogy a Conant írta a végén annyit, mert a többi karaktere sokkal érdekesebb. Többi karakter jóval kevésbé godmód, sokkal érdekesebb a jellemük is. Hát mindegy, ez van, ez jött be neki. Olyan szempontból persze, nyilván ez volt a legnépszerűbb, írjál egy szinte tökéletes hőst, aki sose val kudarcot. Szóval, hogy a Conan történetekből ugye elég sok van, és lehet kicsit kategorizálni őket. Az egyik, amit én úgy fogalmaznék, hogy az intrikás háborús politizálósok. És itt érdemes említeni egy valamit, ami zseniális Howard. Mint mondtam, ő leginkább történelmi regényt szeret írni. És ezért minden fantázia legalább kétrétű. Van benne egy, úgy mondjuk, mugli plot, tehát van egy olyan konfliktus, ami arról szól, hogy a nagyvezír meg akarja, át akarja venni a hatalmat, és a királyt megölni, vagy valami, vagy trónörökös, vagy rablóvezér, vagy valami. Tehát mindig van egy olyan konfliktus szál, ami teljesen független a misztikumtól, és ezt a szálat keresztezi a misztikum. És emiatt minden története hihetetlenül komplex. Tehát, hogy azt írtam talán a teaser anyagban is, hogy az az érdekes, hogyha azt mondom, hogy Conan a barbár, milyen történetekre számítotok? És hogy bizonyos szempontból valami agyatlan ütős sztorira, ahol levágják a monstert, és részint igaz,
Másrészt viszont rendkívül meg fogtok lepődni, minden Conan novellának borzasztó komplex a története. Jóval komplexebbek, mint egy átlag Sherlock Holmes történet. Minden történetében legalább 2-3 szálon fut, mindegyben legalább 2-3 intrika zajlik párhuzamosan egyszerre. Tehát ezt azért nagyon érdemes dicsérni nála, hogy baromi komplexek a történetek, és főleg azért, mert mindig van egy ilyen mundán konfliktus, amit keresztez általában egy ilyen természetfeletti történettel. Ennek ellenére a komplexitás nem kezeli mindig jól. Tehát ez a komplexitás néha az lesz, hogy így futnak a plotok, és úgy nem lesz egy szép kerek egész ebből. Például a kokáért a legelső Conan novella, Phoenix on the Sword. Mint mondtam, ez egy cool királyos történet átírása volt. És nem tudom, kiolvasta a Phoenix on the Swordot. Ilyen kérdései vannak, hogy kiről szól ez a történet? Mert hogy Conan olyan benne, mint a mi karaktereink szoktak a Conan mesélőnk karteltében, hogy semmit nem értenek a plotból, semmit nem értenek az intrikákból, szerencsétleneket megpróbálják ölni, és aztán nagyon nehezen kiküzdik magukat a harcból. Tehát Conan, tehát ugye az van, hogy van egy nemesi intrika, hogy Conan már király, megpucsolják. De a nemesi intrikában van egy varázsló. De tök véletlenül egy másik karakter, akit bezsarolnak gyakorlatilag a lich filakterián révén, most, hogy így úgy mondjam. Tehát egy erekje révén, ami a lelkét tárolja. De egy tök másik összeesküvő révén, tök véletlenül az a erekje, amiben a lelke van, visszakerül a kezébe, és ezért föllázad az ura ellen, aki épp arra használja a mágiáját, hogy Conan elleni lázadásba segítse. Tehát egy ilyen baromi komplex, stígiai és intrikusos plot, amiből Conan semmit nem ért. Conannal az történik, hogy éjszaka rárontanak, hogy meggyilkolják, kaszabol, aztán megjelenik egy démon, és azt is lekaszabolja. Ja, és megjelent neki még álmában egy pap szelleme, aki tűzmágiát rakott a kardjára, hogy a démont fogja. De hogy így Conan semmit nem ért se az elején, se a végén a történetből, ő harcolt egy jót, közben a háttérben egy borzasztó komplex történet volt. Ugye Conan nehezen fősi a történetnek. Az intrikusokról szól leginkább, az összeesküvőkről szól leginkább a történet, tehát a kamera leginkább őket követi, így mondom. De hogy valójában ilyen igazi dramaturgiai íve, meg pont a stígiai varázsolnak Totamonnak van, mert ő az, aki szolgaságban van, mert zsalolják, aztán visszaszerzi a hatalom gyűrűjét, tehát és elszabadul. Tehát, hogy így nézel, hogy ez a történet most kiről szól? Tehát tök komplex, de egy kicsit szétesik. Meg van elég sok Deus Ex Machina benne. Tehát pont annál az idiótánál volt, pont az az ősi 3000 éves gyűrű, amiből a lelke volt, pont annak a varázslónak. Tudom, ez már a Hobbitban, gyűrűkurában is bejött, hogy pont megtalálta zsákos Bilbo. És ezek az, hogy az álomba kapta meg az üzenetet, meg ilyenek. Szóval van egy-kettő ilyen erőltetett Deus Ex Machina fordulat benne. Tulajdonképpen még azt lehetne mondani, hogy ezek a hatalmas nagy intrikákat arra használja Conan, ugye egy kalandregénybe ugye kell akciójelenet, úgymond, és nem elég csak a fináléban, hanem köztes akciójeleneteknek is kell lennie. És mondjuk ezt Edgar Rice Burroughs úgy oldja meg, hogy John Carter megy kiszabadítani a szerelmét, ott közben ráugrik egy hatlábú marsi tigris féle, és akkor az akciójelenet. Megy tovább, aztán eljut egy romvárosba, ahol ráugrik négykarú zöld marslakók banditái, akiket leküzd, ez volt az akciójelenet. És Howard, úgymond ez a random encounterek helyett, azért írja ezeket az intrikás történeteket, hogy amikor a történet közepén szüksége van egy akciójelenetre, akkor nem egy véletlenül arra járó tigris ugrik rá a hősére, hanem oka van, hogy miért támadják meg ott. Tehát, hogy erre használja ezeket a háttérintrikákat, viszont maga a háttérintrikának egy kicsit emiatt a dramaturgiai íva ilyen suta lesz, mert van egy tök érdekes intrikás történet, aminek azzal lesz, hogy a történet felénél belebotlanak kanamba, rárontanak, levágják őket, és ennyi volt az intrika. Tehát, hogy így én értem, hogy miért írja ezeket bele, de kicsit fura lesz a dramaturgiai íve. Tehát konkrétan a People of the Black Circle-ben, amelyik leghosszabb története, nem a leghosszabb, de az egyik, ott konkrétan az egyik ilyen tök érdekes főgonosz varázsló, akiből aztán utána a Villain Redemption-nel a szövetségese is lesz úgy, ahogy. Van egy jelenet, ahol így kavar a varázsló, osonkodik egy folyosón,
és Conan pont arra menekül ki egy lóval, egy titkos járaton át, elvágtat, legázolja a szerencsétlen turbános varázslót, és kérdezi a Babe-től, akivel épp menekült, tehát a megmentendő csajszival, hogy ez ki volt? Nem tudom. Mit keresett itt? Nem tudom. Tehát, hogy így arra járt, és legázolták. Tehát ez így megint mutatja, hogy nem mindig állnak össze ezek a dramaturgiai évek. Igen, egyébként egy ilyen nagy intrikás történet az a People of the Black Circle, ami már az első ilyen igazán hosszabb Conan történet, tehát az nem is tudom, az már lehet, hogy ilyen 100 oldal körül van. Az az érdekesség, hogy van benne például két villain redemption is, meg tök izgalmas, hogy a gyakorlatilag az indiai szultánnő, szultana, akit ugye a elrabolt és kiszabadítatandó Chaisi, eléggé tök izgalmas egyébként a kémiája Conannak, hogy amikor rejtőzködésből ilyen parasztlánynak álcázzák, akkor kezd el bejönni neki, és akkor a végén ilyen érdekes face-off van, hogy így bejön a csajnak, és akkor nem jössz velem, és nem leszel a párom? Nem, én rablóvezér vagyok. De és hogy egy hercegnő, vagy hercegnőként nem tetszel, de majd rablóvezérként földulom a palotád, és elrabollak, és akkor majd megint jó lesz. És akkor így ezzel válnak el, nagyon romantikusan, de ezért tényleg egy tök cuki van előadva, hogy így oké, okay, mindenkinek megvan a maga kinkje. Tehát, hogy... De annak a történet is az, hogy viszont a fő-fő gonosz, szerencsétlent, ilyen tök antiklimaktikusan ölik meg a végén, mert akkor már a nővel való viszony rendezése érdekesebb. Na mindegy. Szóval vannak ezek a történetek, aztán vannak a high fantasy-k. Tehát ez tök fontos, hogy ugyanőtt hard fantasy-nak szoktuk bekategorizálni, de ír high fantasy-t is. Tehát konkrétan például a Black Colossus, egyik kedvenc Conan történetem, 30 oldalon egy klasszikus high fantasy, majdhogy nem a Gyűrűk Ura sztori arkja, jó, nem a gyűrűvel, meg ilyesmekkel, de benne van minden. 30 oldalban benne van az, hogy a kabzsi mestertolvaj elmegy, és az ősi egyiptomi sírt, stígiai sírt kinyitja, elszabadítja belőle az ősi bebörtönzött élőholtmágust, az élőholtmágus sereget gyűlt, elindul, hogy leigázza a félvilágot, meg megszerezze magának a hercegnőt, mert azt tetszik neki, és Conan meg kapitány lesz, ő lesz a szabad népek seregének az élére, ő áll, és akkor egy nagy háború van, hadvezérkedik Conan, megnyeri a csatát, még jön azért a főgonosz, elrabolja a hercegnőt, még utána megy, levágja a főgonoszt, aztán a csaj megdugja Conant, kb. Igen, Conan így, megyek vissza, még dúl a harc, nem, most itt szex lesz ezzel az oltáron, Conan tényleg, mert közli a csaj, hogy ha kimegyünk, én újra hercegnő leszek, te kapitány, akkor már ilyesmi nem történhet, de itt és most. Úgyhogy Conan ahelyett, hogy menne a csata végén segíteni, egyéb kötelességeit végzi. Ő nem akarta, de hát a hercegnő a megbízó, és ha a megbízó ezt mondta, akkor ezt mondták neki. Szóval, hogy igen, vannak ilyen vicces dolgok. Tényleg 30 oldalon egy high fantasy, tök jól lezongorázva. Illetve az Hour of the Dragon, ugye egy regény. Ugye, mint mondtam, ő rövid novellákat szeret írni, de az élete vége felé már annyira sikeres lett, hogy elkezdett arról tárgyalni, hogy a brit piacra is, ugye amerikai, a brit piacra is be akar tölni. De a britek azt mondták neki, hogy itt nem annyira menők a novellák, meg a novellás kötetek, úgyhogy a brit piac kedvéért írt egy ilyen 200 oldalas regényt. Ez az Hour of the Dragon, ami egyébként tök jó. Egyik legjobb Conan történet, egyik legutoljára is írta meg, tehát majdnem egyik legutolsó történet, amit megírt. Egy tök jó high fantasy, ott is ősi aheroni lich elszabadul, megidézik, nagy komplex flott. Tök érdekes, hogy a négy összeesküvő mindegyikének megvan a saját maga kis intrikája egymás ellen is. Na az a történetet is egyébként az gonoszok viszik sokkal el a hátukon, nem annyira Conan. De tényleg írt egy ilyen jó nagy epikus high fantasy-t is. Az is elég jó, az Hour of the Dragon. Nem tudom, Sárkány órája lett a magyar címe talán? Szóval akkor van egy olyan vonulata is a high fantasy mellett, amit a science fantasy-nak mondanék. Egyik leghíresebb az az elefánt tornya. Ki ezek az elefánt tornyát ismeri? Nagyon sokaknak az a kedvenc Conan történetük. Nekem annyira ez a science fantasy nem jött be. Ugye itt Conan tolvaj behatol az elefánt isten tornyába, és akkor... Ha most spoilerezzek? Spoilerezzek? Igen. Kiderül, hogy igazából az elefánt isten az egy szerencsétlen lezuhant UFO, és elmondja maga történetét, és nem is monster, csak egy idegen lény. És nagyon sokan szeretik.
De ugyanilyen science fantasy vonulata van a Rogues in the House, megint csak betörő korából Conannak. Na, ez egy ilyen klasszikus AD&D-s funhouse dungeon. Tehát van egy pap, aki igazából ilyen őrült tudós, és ilyen okorba járunk, de ilyen acélüvegeket csinál. Van egy idomított, már félig emberi intelligenciájú gorilla embere, valahol Himalájából szerezte. Ilyen teljesen weirdo, what the fuck, science fantasy dolgok vannak. Tehát Gigax megirigyelni egy novellájában, meg is irigyelt ez a dungeonébe. Szóval vannak ilyen fura dolgok, illetve ebből a műfajból egyébként még kettőt. Az én kedvencem a Slithering Shadows, amit Sutal of the Dusk néven is van. Ja igen, ebben a korban tök normális, hogy egy műnek két címe is van, attól függően, hogy hol publikál. Tehát ilyen variálták a címét. Ez egy ilyen egy romváros találnak, ahol egy ilyen ősi faj gyakorlatilag ópiummámorba tengeti az életét, mert anyagiakra nincs bajuk, és akkor elég érdekes kalandjai vannak ott Conannak. Illetve van a Red Nails, ami az egyik legutolsó novella, ebben van Valéria, akit ugye szoktak emlegetni, mint egy erős női karakter Conannál. Hát nem tudom. Szóval ez az erős női karakter, akit igazából meg kell menteni, és az egész történet arról szól, hogy az erős női karakter hogy jön rá, hogy neki szüksége van Conanra minden szempontból, és miért kell Conannak háromszor megmentenie. Nem így működik az erős női karakter szerintem, de mindegy. Viszont aztán van egy olyan vonulat is a Conanon belül, a kalandozós ősi rémes, mint mondtam, hogy a Bélites ez. Ez itt a Bélit sztorinak a monstere, ugye itt látható Bélitnek a már szelleme, mert megint spoiler, Bélit nem éri túl a történetet. Szóval ezek a kalandozós rémes vonalok, egyrészt tök hangulatos, ez ilyen horrorba csapó vonulat. Nagyon hangulatos az ősi misztikum, de itt aztán tényleg nagyon frusztráló tud lenni a megoldás. Tehát többször eljátsza azt, hogy így Conannak kb. Vagy a Conannak, vagy a csajszinak, így a fejébe ugrik a válasz. Tehát, hogy konkrétan az van, hogy például a Bélites sztoriba Conan ilyen Lotus-tól betrippel, és a tripjébe megtudja az ősi faj 100 000 éves történelmét. Hogy éltek, mi történt velük, hogy hanyatlott a civilizációjuk, hogy lett ő az egyetlen túlélője, miket csinált monsterként, és így megtudja. És ez ilyen több történetében van. A The Colossus in Iron, Colossus in Ironban is ez van. Ott van a legyőzhetetlen ősi főgonosz gólem testtel, elkezd kántálni egy varázslatot, a kántálástól Conannak tripje lesz, és megtudja, hogy ez az entitás az ősi civilizáció idézte meg, milyen ősi ellenség ellen, milyen ősi fegyvert készítettek, ami egyedül meg tudja ölni, és hogy az hol van elrejtve. És így, hát a Deus Ex Machina történetvezetés hallottatok. Szóval igen, ezek egy kicsit azért nekem furák, de nagyon hangulatosak. Tehát ezek azok a novellák, amikre mondtam, hogy borzasztó jól kezdődnek, aztán kicsit ilyen antiklimaktikus a lefolyásuk. Illetve hát végül van ez inkább a késői Conanra jellemző, a Picarex Conan. Mint mondtam, ugye Conan karaktere elvileg kalóhoz rablótól vagy egymás, és a késői novellákban ez egy kicsit eszébe jut Howardnak, hogy ő ezt így írta le, ezt a karaktert. És vannak egy olyan egyébként, ugye mint érettebb, tök jók az írások itt már, meg tök jó a történetvezetés, tehát sokkal jobbak a csattanók a végére, meg jól fel van építve. Eddigre lett igazán profi író Howardból. És tök érdekes, egyrészt kicsit itt elvész a varázsra, tehát itt már kevésbé a fantazi oldalát domborítsa ki. Tehát nincsen meg ez a tök hangulatos ősi misztikum ezekbe a történetekbe. Tehát kicsit veszít is valamit. Viszont tényleg az az érdekes, hogy itt Conan sokkal zsiványabb, sokkal kevésbé pozitív hős. Nagyon gyakran ugyanolyan átveréseket játszik meg, mint mondjuk a stígiai ellenfele, meg e félék. Úgyhogy jóval kevésbé nemes ezekbe. Átveri ő is a többieket, átveri a benszülötteket, csak azért áll be egy néphez, hadvezérnek, hogy megtudja, hol tartják az istenük szent drágaköveit, hogy ellopja. Egy olyan érdekes dolgot csinál itt. Ugye ez a Jewels of Gwalior, vagy Gwalior fogai néven szerepel magyarul. Illetve hát a Shadows in Zambullában, ugye ott az a dupla csattanó, hogy egyáltalán nem az a csattanó, hogy Conan egy nemes vadember, hanem az, hogy inkább egy dörzsölt intrikus.
És akkor ennyit magáról, a Conan történetekről és Howardról, és akkor lezárásként még így Howard utóélete. Ja igen, tehát hogy Howardnak azért hatalmas nagy utóélete van, főleg a Conannak, de nem csak a Conannak. Tehát ő ugye 36-ban öngyilkos lesz. És halála után az apja az, aki először gondozza az örökségét, és a 40-es években főleg ilyen gyűjteményes kötetekben kiadják a munkásságát, ami még az életében megjelent. És aztán ez a 40-es, 50-es években jelennek meg, akkor van 10 év szünet, és aztán 66-tól Sprague de Camp, aki önmagában is jelentős sci-fi és fantasy író amúgy, Sprague de Camp az, aki átveszi a Howardi örökség ápolását, és elkezdi újra kiadatni. Tehát 66-ban elindul egy újabb kiadatás, illetve ő kezdi el azt, hogy elkezdi a töredékeket is, tehát a befejezetlen kéziratokat befejezi. Ő, illetve Lynn Carter fejezi be ezeket a történeteket, és akkor azokat is kiadják. És ennek a korszaknak a borítóját csinálja, ezek most a filmek, bocsánat, de nézek egy ilyen klasszikus frazettás borítót. Igen, tehát azt hiszem ez egy tipikus frazettás borító. Ez egyébként a Phoenix on the Sword, ez a pap szelleme, aki megáldja a kardot. Szóval, hogy arról lesz még híres ez a 66-os könyves, hogy Franz Fazetta rajzolja a borítókat, rengeteg félmeztelen Conannal és Csajszival. Ugye ez azért érdekes, ezt mondtam a Baroznál, hogy a történetekben Conan nem félmeztelen. Conan a történetekben racionálisan, amikor csak tud, nehéz páncélt hord, ha nem nehéz páncélt hord, akkor sivatagi ruhát hord, meg olyan ruhát hord, ami normális. Viszont Edgar Rice Burroughs-nak a John Carter karaktere, viszont az a pucér, aki csak néhány bőrszíjont hord, hogy azon hordja a kütyüjeit, és ezt a vizuális megjelenést teszi át Frazetta Conanra, és utána ez lesz a 66-tól kezdve, ez számít, ez az ágyékkötős barbár lesz a Conan ikonikus ábrázolása, ezt veszik át a képregények, ezt veszik át a filmek, meg minden. De hogy valójában, nézek, hogy hol van pár rendes. Igen, itt például ilyen rendes turbános ruciban van, de hogy tulajdonképpen itt változik meg ez a megjelenés, hogy ez valójában nem így írta Howard, de a 66-os évektől Franz Fazetta borítóinak köszönhetően azóta mindenki így képzeli el. És hát 68-tól indulnak el a Conan képregények, amik a mai napig dömpingelnek, illetve valahol az 50-es években egy mexikói képregény még született, de 68-tól indul a nagy amerikai dömping, és hát ugye a 60-as évek végén elindul a Conan hype, akkor ugye 82-ben a Arnold Schwarzeneggeres film, aminek van egy folytatása, meg a Retszonyás, meg minden. Elindul egy újabb hype, meg a Conan klónok hype-ja. És akkor a 90-es évek végén elindul egy újabb nosztalgia hullám, egy ilyen purista hullám, ahol azt mondják, hogy mint mondtam, hogy a töredékeket a 60-as, 70-es években Lynn Carterék befejezik, azt mondják, hogy fejtsük vissza, és elkezdik kiadni úgy, ahogy Howard félbehagyta, tehát elkezdik azokat a köteteket, úgy kiadni azokat a köteteket, ahol a töredékek töredékként szerepelnek. Tehát egy ilyen purista hullám indul a 90-es évek végén. Tulajdonképpen még ma is ez tart. Illetve hát ugye azóta is lett egy új film, filmek, videójátékok, szerepjátékok, képregények, tehát akkor a Gyűrűk ura mellett ez a legnépszerűbb fantasy franchise, tehát ami regényből, irodalomból lett, úgy igazán hihetetlen sikere van. Gyakorlatilag amióta írta, nem nagyon volt olyan évtized, hogy ne lett volna Howard hype-ja. Tehát tényleg, és mint mondtam, egy nagyon jelentős író, egy majdnem nagyon jó író, egyet tudok érteni Lynn Carter értékelésé, vagy The Camp, nem tudom melyikük mondta róla, hogy majdnem nagyon jó író, csak néhány stiklije van. De tényleg ajánlom olvasni, rengeteg jó ötlet van, rengeteg mindent tőle merített mindenki más. Nem ajánlom bingelni. Tehát én bingeltem, és az azért kemény történet volt. Tehát, hogy elolvasom. Úgyis ugyanaz a következő. Tehát nem is kell sokszor olvasni, hanem ha elfelejtenéd, hogy is volt ez a novella, akkor inkább elolvasol egy következőt, és akkor eszedbe jut, hogy volt az előző is. De ajánlom, hogy lapozgassátok, olvasgassátok, jókat ír, ne csak a Conant olvassátok, olvassátok Solomonként,
olvassatok Bram McMahont, olvassátok a többi szereplőjét is, novellájét is. Nem kell nagy mennyiségbe, de szerintem 10-12 elfogyasztása mindenkinek jót tesz. Szórakoztató, érdekes, aztán ha tetszik, akkor olvassatok többet nyugodtan. Csak ajánlani tudom. És akkor ennyi lettem volna, nem tudom, van-e kérdés? Köszönöm a figyelmet akkor, igen. És ha van kérdés, akkor nyugodtan, vagy utána is. Nincs, mindent tudtok a barbárokról, amit tudni akartatok. Jó, hát akkor köszönöm a figyelmet, ha ennyi volt.